seregbe gyűltünk, hogy határozzunk a hét törzs jövőjéről. Nincs már elegendő rét és víz az állatoknak. A földek egyre jobban kimerülnek. Ott kell megtelepednünk, ahol dús, zöld a vidék, ahol lombosak és vadban gazdagok az erdők, halban a vizek, és ahol népeink nyugodtan élhetnek, magas járhatatlan hegyektől védve. Itt élünk, és halunk. Féltek a besenyőktől? Hát akkor egyesítsük erőinket. Sok harcoson meghalt. Bizony van kit temetni. Ha foggal, körömmel nem őrizzük népeinket, szétszóródunk, mint a pejva. Úgy van. Útra kell kelnünk minél hamarabb. Bármi légyen is, ott kell maradnunk, ahol eleink nyugosznak. A Kárpátok hegyein túl is nyugosznak őseink. És ha onnan is el kell hajtani a gulyát? Attila király országából nem kell már tovább hajtani a gulyát. Ott a legelők dúsak, a víz édes, és a fákodvából méz pereg. Meg kell tudnunk, hogy mi várat ránk. Fürkészeket küldtem ki, akik meg is tértek útjukról, és jó hírekkel. El kell foglalnunk azt a földet. De odáig eljutni. Átkelni magas hegyeken. Emberrel, állattal. Ehhez egy akarat kell. Akkor vezérlő fejedelmet kell választanunk. Egyenlők közül az elsőt. A gondolat enyém, a tett fiamra vár. Minden törzsnek joga van egyedül maradni. De ne feledjétek, aki most vérét adja, örökre hozzánk szerződik. Fejedelem. A vezérek tanácsa ezzel a te kezedbe és fiad Árpád kezébe tette le népünk sorsát.
Fejedelmek, esküdjetek, hogy ameddig éltetek, és utódaitok életet tart, mindig Álmos és fia Árpádi vadékából választotok vezért. Esküszünk. Ebben a borral teli tálban összegyűlt mindannyiótok vére. Ahogyan többé nem választható külön-külön egyikőtök vére sem, hanem örökre egy, ugyanúgy a törzsek örökre egyé válnak. A vezér Megyer törzsnek egyenrangú társaként. És ezzel a mai napon vérint való testvérré váltatok. Népeitekből egy nép lett a magyar nemzet.